ukrajnai árváknak nyújt nyári táborozási lehetőséget Lettország idén már harmadik éve. Az ukrajnai 40 fokos hőség után a gyerekek élvezik az evezést a Daugava folyón. A háború minden családot megterhelt, a gyerekek is szenvednek, mondja a tábor vezetője. Sokan elvesztették édesapjukat, míg mások eltűntek vagy fogságba estek. A Lettországban táborozó gyerekek hálásak a szirénázástól mentes éjszakákért. Csodálatos itt, mondja ez a fiú, kikapcsolódás a bombázásból, megfeledkezhetsz a háborúról. Imádom az időjárást, Ukrajnában borzasztó meleg volt, itt pedig mindenki olyan barátságos, mondja ez a fiatalember. A táborban minden gyerek és kamasz katonák gyermeke, akik közül a legtöbben elvesztették édesapjukat a 2,5 éve tartó háborúban. Ezek a gyerekek csendesebbek a megszokottnál, mondja a táboroztató alapítvány elnöke. Nem kell pszichológusnak lenni ahhoz, hogy észrevegyük, mennyire feloldódnak itt, hiszen minden gyerek a pillanatnak él, ennek örömét teremtjük meg nekik. Fantasztikus érzés látni, ahogy akár egy pillanatra is elfelejtik azt a szörnyűséget, ami Ukrajnában zajlik.